Fáradnod kell, ez nem panasz, és nem sírok, csak bánt a cigaretta füst, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Néha féltem, hogyha nagyon megnéztél egy csinos lány, de elfeledtem mindent, úgy öleltél éjjel át. És ma sincs nálam boldog, ha velem vagy, s ez nem panasz, és nem sírok, ne félj, csak erős ez a fény. Szép jó napot kívánok, köszöntöm önöket, köszöntöm a nézőket, köszönjük, hogy ma is minket választottak. Egy ikonikus személlyel jelentkezem, és pedig a magyar popzene Tina Turnerjével, fogalmazok így, Keresztes Ildikó meghívott vendégem, aki a Kürtös Kalács Festen fog koncertezni, és aki itt is van a stúdióban. Szervusz, Ildikó, köszöntelek. Sziasztok, sziasztok. Ildikó, mesélj magadról egy picit, inkább arról, hogy nálam körülbelül 3 éve voltál, amikor is a szociális nehézségű emberekkel foglalkoztunk, akkor adtál egy jótékonysági koncertet, ezzel is segítve a székelyföldi nehézségben élőket. Emlékszem is erre a találkozásra, azt szerintem több volt, mint 3 éve. Szerintem több volt, mint igen. Nem emlékszem különben. De, és nagyon konkrétan emlékszem, ugye előttem van még a szoba is, ahogy a gyerekek ültek, meg annyira cukik voltak, többször is elsírtam magamat, úgyhogy egy meghatározó élmény volt számomra. Most meg az, hogy végre megint itt lehetek Sepsiszentgyörgyön, hiszen most már tényleg megint évek óta nem voltam, illetve nem igaz, mert most frissítették fel a memoáromat, hogy januárban a Kökény Attilával meg a Jakab Csabival voltunk itt, és egy fantasztikus koncertet adtunk, és orbitálisan jó volt a közönség, meg minden. De egyébként ezt számítva tényleg régóta nem voltam Sepsiszentgyörgyön, mármint énekesnőként, mert egyik magánemberként igen, mert a unokatestvéreim itt laknak, és őket látogattam többször, most is elhoztam egyébként édesanyámat, és most is azért vagyok már itt, és nem a zenekarra jöttem, mert szerettem volna még egy kis időt itt tölteni, koncert előtt, meg koncert után is. Nem csak a rokonaimmal, hanem az itteni rajongókkal, vagy barátokkal, vagy bárkivel, aki te amúgy Székelyföldet, te amúgy Székelyföldet magadénak tudod, tehát ott Budapesten is szívvel, lélekkel hangoztatod, hogy te, amikor jössz, akár Sepsiszentgyörgyre, akár Marosvásárhelyre, akár melyik székelyföldi településre, te hazaérkezzel. Ez így van, ezért kapok is egy csomó támadást, de engem ez pont nem érdekel. Tehát igen, szerencsés vagyok, mert sok mindenből 2 van nekem. Hazából is például. Az előbb hallott dallamot, adás előtt hallott dallamot, azért is játszottam be, mert talán ez a legrégebbi. Van régebbi dalod különben ennél a Boldogság gyere haza című dalnál? Hogyne, hát azért igazán az én pályafutásom 1999-ben indult, sőt, előtte, úgyhogy már ott is voltak dalok. Ez egy filmbetét dal volt, a Csak szex és más semmiben, és ugye ez eredetileg egy Cserháti Zsuzsa dal, és ez azért nagyon érdekes, hogy most ezzel kezdtünk, ugyanis pont tegnap előtt, ha jól mondom, tegnap előtt játszottam, ugyanis van a Fehér Adriennel van egy Cserháti Zsuzsa emlékestünk, amit most országszerte járunk vele, és komolyan mondom, most nézd meg, nem jut eszembe, hogy melyik, hol. Ja, Török Bálinton. Legutóbb, igen, most 3 napja Török Bálinton voltam,
és óriási siker volt, ugyanis ez nem csak egy olyan cserháti est, ahol egyik dal jön a másik után, hanem a Turaida Színházban az Adrien játssza a Cserhátinak az életét, és úgy van megcsinálva koncert. Vegyünk egy akármilyen civil szakmát. Én azt gondolom, hogyha valaki választ valamilyen hivatást magának, akkor ott eleve lesznek példaképek valamiért. És nekem például ő volt az egyik olyan példaképem a zenei életben, aki mint nő is, meg mint előadó is, meg mint énekesnő is egy ikon volt, és egy ikon marad örökre. Nagyon érdekesen figyeltem önmagamat kívülről, hogy amikor ő elment, ugye ebben az évben történt, hogy én egy hétig konkrétan így eléggé bele voltam ebbe a dologba egy kicsit így, hát mondjam azt, hogy betegedve, nem is tudom. Tehát inkább olyan furcsán szemléltem magamat kívülről, hogy mennyire megrázott az ő elvesztése, és nem csak azért, mert egy ember ment el, hanem azért, mert egy korszak. Azt éreztem, hogy egy korszak, egy gyönyörű korszak az én életemből ment el vele. És nekem azért nagy mázni volt, mert 3 koncertet láttam tőle életemben, az egyiken, sőt, még előzenekarként is játszottam előtte az Ízt együttessel. Budapesten azt hiszem talán 92-ben, vagy 94-ben, már nem vagyok biztos benne, de nem lehetett vele akkor sem találkozni. És nálam azért még benne volt a pakliba az, hogy még valahogy elintéztettem, hogy legalább egy mit tudom én, egy kávéra, vagy egy közös képre, uh-huh. vagy valami még össze fog jönni. És hát ugye mindig az ember tologatja, hogy majd, mert aztán most már nincsen majd, sajnos. Mi a titka a közvetlenségednek? Tehát egy ikonikus személy vagy, legyünk őszinték. Hát most már csak a korom miatt is lassan. Ne mondjál már a korodról. Szóval egy ikonikus személy vagy, és mégis a közvetlenséged, az emberekhez kötődő szereteted annyira megnyit téged az emberek fele, hogy hihetetlen. Mi a titkod? Nem tudom, én nem szoktam kutatni a titkok után. Nem is szoktam ezzel foglalkozni. Én ilyen vagyok, és kész, szoktam mondani. Nem tudom, én valahogy természetesen éltem meg ezt az egészet. Attól, mert én egy ismert ember lettem, attól én meg ugyanaz a keresztes Ildikó maradtam, aki voltam, mint 13 évesen, Törgu Múresba, a Kossuth Lajos utca 69-be. Nyilván ezzel megint csak azt mondom, hogy nagyon sok ember próbál visszaélni, akkor nyilván azért kicsit karcosabb vagyok én is. Helyes. De alapvetően, hogyha felém szeretet nyilvánul meg, akkor én aztán ottan teljesen odadobom magamat. Szóval én nem tudom, én ilyen vagyok. Mielőtt azért bezárnánk az adást, mert hogy jelezték a helyi menedzsered is, hogy el kell vigyen fodrászhoz, úgyhogy próbálok sietni. Igen, most a helyi menedzserem a Dancs Zoli. A Dancs Zoli, igen, aki elintézte nekem, hogy eljussak a holnapi koncert előtt egy fodrászhoz. A fodrászhoz. Igen. Hát vannak ilyen női dolgok, tehát ezeket érted, látod, én is ember vagyok, nekem is vannak ilyen hétköznapi problémáim, ugyanis tegnap tényleg alig tudtam összekapirgálni magamat, meg édesanyámat is, hogy eljöjjünk a drága rokonaimhoz, itt Sepsiszentgyörgyön, és akkor arra gondoltam, hogy na, hát akkor, hát amit nem tudtam otthon eszközölni, azt majd itt eszközölöm. Igen, és hát rettentően várom a holnapi koncertet. A zenekarom az holnap jön meg, nagyon cuki zenekarom van, imádom őket emberileg, zeneileg. Arról nem beszélve, hogy milyen érdekes az élet, hogy nekem Magyarországon az egyik legjobb barátnőm, az a Vitéz Kürtös Kalásnak a főnökasszonya, András Tünde, aki egyébként szentegyházi, és nagyon érdekes, hogy mi ott ismerkedtünk meg Budapesten, és első perctől kezdve úgy látszik, hogy ezek az erdélyi gyökerek így rögtön összeértek, és fél szavakból is értettük egymást, és most már októberben lesz Kürtös Kalács Fesztivál Budapesten, az állatkert területén, ott is fel fogok lépni, meg talán az első Kürtös Kalács Fesztiválon is felléptem a Tündénél, úgyhogy ezért nagyon, nagyon érdekes, hogy most megint egy Kürtös Kalács. Hát mondjuk ez a kilóimnak nem tesz jót, mert biztos, hogy itt is lesz irtoztatos sok finom Kürtös Kalács, de ja, és a Tündében még az is attól van, hogy nagyon közel lakik hozzám. Tehát ha akarom, ha nem, mindig ott megyek el mellette. Igen, nem csak vele, hanem sajnos a Kürtös Kalácssal. Tudod, mi jutott eszembe? És mindig eszem is belőle, érted? Tehát nem csak nézem, ja, hanem eszem is belőle, ami nem annyira tesz jót a kilóimnak.
Ildikó, mit fogsz előadni, szabad-e kérdezni, vagy ezek titkok még, hogy mik fognak elhangzani a holnapi koncerteden, ami, ha jól tudom, este 8-kor, fél kilenctől. Igen, holnap igen. Este fél kilenckor. Nem, nincsenek titkok, hát minden évben van mit egy repertoár, amit... Hát most ezt így dalszerűen nem tudnám elmondani, én azért abban reménykedek, hogy úgy van összeállítva a repertoár, hogy mindenki találjon benne kedvencet, tehát a fiatalabbak is, az idősebbek is, legyen benne külföldi dal, legyen benne keresztes dal, legyen benne esetleg olyan feldolgozás, ami nem feltétlenül keresztes Ildikó dal, de a közönség nagyon szereti. Én azért merem remélni, hogy mindenki talál magának benne olyan dalt, amit szeretni fog. Én minden esetre nagyon fogom élvezni a bulit, reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és utána, amit még el szeretnék mondani, nagyon fontos, hogy van nálam CD, meg van nálam könyv, nem sok, de ezek most, ma már azért ritkaságok, mert sehol nem lehet kapni, sem Magyarországon, sem Erdélyben, úgyhogy ha valaki szeretne természetesen koncert után fotózkodni, aláírást, vagy akár tényleg nagyon-nagyon jutányos áron CD-t, vagy könyvet venni, akkor ott leszünk, és szerintem óriási buli lesz. Tök szuper. Még egy utolsó mozzanat, és hagylak is elmenni. Fogalmazd meg egy üzenetet az erdélyieknek, a sepsengyörgyieknek. Hú, üzenetet. Gyertek sokan a bulira, érezzétek nagyon jól magatokat, mi mindent meg fogunk tenni, hogy ez így legyen. Egyetek jókat, aztán majd letornázzuk utána. Én nagyon szeretnék veletek találkozni, úgyhogy ne izguljatok. Gyertek oda nyugodtan, hogyha szeretnétek velem találkozni, vagy a zenekarral, fotózkodjunk együtt, meg beszélgessünk akár, és nagyon jó egészséget kívánok nektek, és legyen jó időnk. Várlak titeket nagy-nagy szeretettel. Sziasztok! Köszönöm szépen, kedves Ildikó, hogy elfogadtad meghívásunk. Kívánunk sikert a holnapi koncerthez. Hát, ha még be tudunk lőni egy-két kupicát azután. Ja, hát azt mindenképpen. Azt mindenképpen. Egészségetekre előre is. Önöknek pedig, kedves nézők és követők, köszönjük, hogy velünk tartottak. Menjenek el a Keresztes Ildi koncertre, a Kürtös Kalács Festre, érezzék jól magukat, és hát várjuk önöket a következő héten, következő napokban is. Isten áldja önöket. Köszönjük, hogy minket választottak.